A földkerekség első keresztény népének művészeti alkotásaira ma is különleges látásmód jellemző. Az örmény nép az első világháború idején elszenvedett genocídiumot követően még nagyobb egységet mutat, és még inkább törekszik arra, hogy az identitás megtartása miatt fontos történelmi örökségeket, kulturális hagyományokat megjelenítse, illetve ápolja bárhol éljen a világon. A hegyvidéki örmények is mindent megtesznek, hogy kultúrájukat, művészetüket megismertessék a kerületi lakókkal. Ezt igazolják az elmúlt években a polgármesteri hivatal folyosó galériáján szervezett kiállítások is. 2017-ben egy fotókiállítás volt, amin természetesen az örmény emlékeket mutattuk be, 19-ben pedig az erdélyi örmények történelmét, kultúráját. Most viszont a két kerületben élő örmény gyökerű művészünknek lesz itt a kiállítása, Borosnyai Klára ötvös és Pál János festőművész kiállítását lehet látni. Borosnyai Klára, akinek hajdan a kerületi Csaba utcai általános iskolában alapozták meg művészi pályáját, az alkotás mellett a mai napig olyan fiatal művészeket, olyan tehetségeket oktat, akik nem csak műkedvelői szinten választották az ötvös művészetet, hanem elkötelezték magukat e hivatás mellett. Erről beszélt a kiállítást megnyitó Feledi Balázs. Óriási, hogy a 20.-21. században az új generációval meg lehet ismertetni ezeket az ősi technikákat, amelyeket már csak bizonyos tudorok tudnak, át tudnak adni, és ennek keretében egy szépség eszményt is tudnak képviselni. Ez óriási dolog, ha ezekre a tárgyakra ránézünk, hogy egyrészt manuálisan is magas szintű tárgyak, másrészt egy szép elméleti, egy szépészeti megvalósulásnak is hordozzák a legjobb értékeit. Még egy fordulattal azt mondanám, hogy egy értéktudat alakul ki. Borosnyai Klára magas művészi szintet képviselő alkotásai mellett egyik legnagyobb erényének tartják, hogy a Magyarországon már szinte teljesen megszűnt tűzzománc készítés technikáját is oktatja a fiataloknak. Az örmény művészek tárlatának másik főszereplője is tudást ad át, ám egészen más formában. Pál János festőművész szinte hiperrealista módon ábrázol bogarakat és lepkéket a Természettudományi Múzeum számára, ám ha festészetről van szó, akkor a geometrikus konstruktivizmus sem áll tőle távol, és képeire egy különös harmónia, a leegyszerűsített ábrázolásmód legművészibb megjelenítése jellemző. Nagyon sok minden érdekel. Tehát a Természettudományi Múzeumban azért dolgoztam, mert az élővilághoz kötődöm nagyon, állatokhoz, növényekhez, állatokon belül elsősorban rovarokhoz, úgyhogy a múzeumnak csinálok most is különböző kiadvány, tudományos ismeretterjesztő kiadványokhoz rajzokat, festményeket. Ugye a szívem csücske a lepkék, ugye én Mexikóban kb. 70 táblát készítettem, 70 táblán a Mexikó nappali lepke faunáját, másfél év alatt körülbelül. A két örmény gyökerű művész kiállítását a polgármesteri hivatal első és második emeleti folyosó galériáján november 3-áig nézhetik meg.